Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. Rendkívüli képviselőtestületi ülés zajlott pénteken a Városházán. Elsőként erről számolunk be Önöknek. Mi volt a január 15-i rendkívüli testületi ülés összehívásának indoka? Az indok az volt, hogy az állami számvevőszék ellenőrzést tartott az önkormányzatnál egy korábbi évekre vonatkozóan, és arra készült egy intézkedési terv, melyre az intézkedési terv küldése után hiánypótlást kértek, és ennek a javítása határidős volt, ezért volt szükség a rendkívüli testületi ülés megtartására. Konkrétan mit kért a számvevőszék az önkormányzattól? Tehát az intézkedési tervben voltak olyan pontok, amelyek nem feleltek meg az ő előírásuknak, és ennek a javítását kérték, és ez a javítás történt meg most. Miről döntött még a testület a mai ülésen? Felügyelőbizottsági tagoknak a visszahívása és új tagoknak a kinevezéséről volt szó. Ugye erre azért került sor, mert voltak összeférhetetlenségek, valamint olyan tagok is voltak, akik lemondtak a felügyelőbizottsági tagságról, és ezeknek a pótlásáról kellett dönteni. A kisebbségi önkormányzatoknak a megállapodásának a módosítása vagy a korrigálására került sor, hiszen ez minden évben megtörténik, és ezeknek a aktualizálása történt meg igazából. Az ellenzék régóta támogatja azt a javaslatot, hogy áttelepítsék az Iparcikk piacot a Vásárcsarnok környékéről. Mégis tartózkodással szavaztak erről a napirendi pontról. Miért? Ennek az volt az oka, mert a frakciónk azt támogatná, hogy ha csak az Iparcikk piac települ neki az ipari parkba, és a zöldség-gyümölcs termelői piac pedig bennmaradna Ajka belvárosába, hiszen erre a belvárosban igény van. Az Iparcikk piaci működés, a Vásárcsarnokon kívüli árusok viselkedése, az ott élő kialakult kaotikus állapotok okozzák azt a problémakört, amit a városrész képviselője szeretne megoldani. De erre nem az a megoldás, hogy ugye kiöntjük a gyermeket a fürdővízzel együtt, hanem erre az volna a megoldás, hogy az Iparcikk piac kikerül a város belvárosából, és a gyümölcs-zöldségpiac egy vasárnap is működő szupermarkettel pedig a belvárosba bennmarad. Mennyire kapott kielégítő választ a kérdésére, hogy megmaradhat-e ez a termelői piac a belvárosban? A jegyző úr véleménye szerint, illetve a polgármester úr álláspontja szerint is a zöldség-gyümölcs piac, illetve az ott működő üzlet megmaradhat, bár kisajátítási eljárásokkal a mostani Puluskop ZRT tulajdonában lévő területek egy részét szeretné az önkormányzat megkapni és ott parkosítani, ami a mi álláspontunkkal nem találkozik, úgyhogy itt azt gondolom még egyeztetésekre lenne szükség, de azt látom, hogy a Puluskop ZRT ebben tekintetben nyitott az egyeztetésre, remélem, hogy az egyeztetésben mi egyfajta közvetítő szereppel hozzájárulhatunk a megoldáshoz. Tartózkodtak a felügyelőbizottsági tagok visszahívásáról és megválasztásáról is. Igen, ennek erre azért volt szükség, mert személyes egyeztetések nem voltak a kinevezendő, illetve visszahívandó felügyelőbizottsági tagok kapcsán. Ez egy régi gyakorlat a szocialista városvezetésnek, hogy minket ezekben a döntésekben nem vonnak be. Ezért jelezni szerettük volna, hogy azokkal az emberekkel, akik bekerülnek ezekbe a felügyelőbizottsági helyekre, ővelük személyesen nincsen semmi problémánk, de magát az egyeztetés hiányát szerettük volna egy olyan gesztussal jelezni, hogy tartózkodtunk. Mi a véleménye az állami számvevőszék által indított vizsgálattal kapcsolatban? Egyetlen egy dolgot sajnáltunk, hogy az állami számvevőszék figyelme nem terjedt ki arra, hogy nem csak a városi költségvetésben lévő 11 és 2013 közötti hiányt okozó folyamatok maradtak fönn, még most is 2014-ben és 2015-ben, hanem sajnos az önkormányzati cégeknél is ugyanezek a folyamatok vannak. Sajnos ott is hiányok keletkeznek, amelyet, mivel mi vagyunk az önkormányzat a tulajdonos, ezért nekünk kell finanszírozni. Szerettük volna, ha egy átfogó képet kapunk a város költségvetési helyzetéről, beleértve az önkormányzati cégekét is, de sajnos ez a vizsgálat, illetve a vizsgálat után kiadott intézkedési terv erre nem terjed ki, és ezért szerettük volna, hogyha ezt kiterjesztjük erre, hiszen ezt mi magunk, mint önkormányzat megtehettük volna, egy kicsit túlterjeszkedve ugye az ÁSZ által előírtakon, de sajnos erre nem volt fogadókészség a városvezetés részéről, sőt, ugye a jegyző úr egy politikai védőbeszédet mondott a város költségvetése kapcsán, ami mi úgy gondoltuk, hogy nem egy jegyző feladata, a jegyző feladata a törvényesség felügyelete, úgy gondoltuk, hogy ez politikai kérdés, ebben nem szerencsés, ha egy jegyző állást foglal.